Ferencpápa pápa több száz szegény és beteg zarándokkal találkozott a Vatikánban. Bemutatták a Vatikán két új szóvivőjét. Fehér Oroszországi Ikonkiállítás a Vatikánban. még a pápa is pihen, és ilyenkor legtöbbször nem szerveznek neki találkozót. De ez a csoport kivételt képezett. A körülbelül 200 szegény, beteg és fogyatékkal élő számára nyitva állt a Vatikán ajtaja. Franciaországból érkeztek, és az úgynevezett Együtt a méltóságért negyedik világmozgalomhoz tartoztak. Ferenc pápa meghallgatta a tanúságtételeiket. Cari Sono molto lieto di accogliervi. La vostra presenza è importante per me e anche è importante che voi siete a casa. Hozzátette, hogy az egyháznak mindig nyitottnak kell lennie azok iránt, akiket elhagytak vagy visszautasítottak, mert Krisztus is megkülönböztetett figyelmet szentelt nekik. Arra kérte őket, hogy imádkozzanak azokért, akik a szegénységet okozzák, különösen akik segíthetnének, de inkább hatalmi pozícióikkal vannak elfoglalva. A találkozó végén a pápa egyenként köszöntötte őket, és nagyon megérintette őt a jelenlétük. Az Együtt a Méltóságért negyedik világmozgalom a legalacsonyabb társadalmi rétegben élőkön is segít, és a világban lévő szegénység felszámolásán dolgozik. A pápa a velük való találkozáskor megköszönte bátorságukat, ahogyan a helyzetüket felismerve küzdenek, és hozzátette, hogy az evangéliumi felebaráti szeretetről nagyszerű tanúságot tesznek. We met the pope for, um, a... Mi mindannyian Franciaországból jöttünk, hogy a pápával találkozzunk. Ezt a mozgalmat József Vresinszki atya alapította azzal a céllal, hogy a szegények az egyházban kapcsolatba kerüljenek azokkal is, akiknek jobb sorsuk van és sokkal gazdagabbak. Ezeknek az embereknek nagy vigasz, hogy ebben a mozgalomban lehetnek, és nagy öröm is számukra, hogy a Szent Atya személyesen köszöntötte őket. Michel Sessé elmondta, hogy a 200 résztvevő legtöbbje sírva fakadta meghatottságtól. A találkozó azért is marad emlékezetes, mert a pápa mindenkit egyenként ölelt át. Nagyon megható volt, mert itt a legtöbb résztvevő tényleg nagyon szegény, és a pápa egy szép küldetést adott nekünk. Ez a küldetés az, hogy imádkozzunk az egész világért, és ennél szebb dolog nem is lehet. Ezzel a küldetés tudattal indult vissza Franciaországba ennek a mozgalomnak a 200 zarándoka, nyakukban a színes sálakkal, mely mindig a Ferenc pápával való találkozóra fogja emlékeztetni őket. Ferenc Pápa ezzel a videóval támogatja a Caritas munkáját, amelynek célja a különbségek legyőzése és a szíriai béke megvalósulása. È e una situazione di indicibile sofferenza a cui siriano, costretto a sopravvivere sotto le bombe o a trovare vie di fugi. verso altri paesi o zone della Siria meno dilaniate dalla guerra lasciare le loro case e tutto penso anche alle <coughs>, comunità cristiane a cui va tutto il mio sostegno a causa delle discriminazioni che devono sopportare Papa Szíriában nincs katonai megoldás, csak is politikai. És vannak országok, amelyek békére szólítanak fel, miközben a harcolókat fegyverekkel látják el. A pápa most az egyszerű polgároknak üzent. A poi seguano le opere di pace. invito a rivolgervi a coloro i quali sono coinvolti nei negoziati di pace affinché prendano sul serio questi accordi e si impegnino ad agevolare l'accesso agli aiuti umanitari. A Caritas adatai szerint eddig 1,3 millió embernek tudtak segíteni a polgárháború alatt. Szíria lett így az az ország, ahol a Caritas eddig a legnagyobb humanitárius segítségét fejtette ki fennállása óta. A jelenlegi kampány honlapja a békére vonatkozó lépéseket fogalmazza meg, a világ vezetőinek lehet írni és ima virrasztásokat lehet tartani. A weboldalnak van egy olyan része is, amely a tragédia különféle oldalait mutatja be. Többek között a szírművész Tamman Azam munkáit, szétszakított családok beszámolóit köztük olyanét, aki 365 napot töltött az iszlám állam fogságában. Csak úgy tudjuk feldolgozni ezt a tragédiát, ha minden egyes áldozatot néven tudunk nevezni. Butros Marajati érsek tanulja volt egy olyan ország teljes tönkretételének, ahol egykor békés együttélés uralkodott. Mindössze pár hét elég volt ahhoz, hogy teljes legyen a káosz Szíriában. Arra hívta fel a figyelmet, hogy most is több millió ember van, akik a túlélésért küzdenek, legtöbbjük gyermek. Ha egy napon béke lesz, akkor sem tudjuk, hogy mit tartogat a jövő. Mindig ott marad a seb az emberek lelkében, amelyet ez a piszkos és értelmetlen polgárháború okozott. Olyan sok érdek van amögött, amiért ezt az országot ennyire tönkretették. A gyermekek harmada részese volt valamilyen formában a háború okozta borzalmaknak. 2011 óta a 21 milliós lakosság 25 a hagyta el az országot, és amelynek következménye az egyik legnagyobb humanitárius katasztrófa a második világháború óta. A szíriai konfliktus több mint polgárháború, mivel legalább 15 ország bombázta a területét. Valakinek közvetíteni kellene a két nagy hatalom között. A helyzet megoldása Oroszország és az Egyesült Államok kezében van. Ha ez a két hatalom egyességre jut, akkor béke lesz. Az eddig kezdeményezett párbeszédnek nem volt sikere. Ferenc pápa minden egyes megszólalásakor a kérdésben a konfliktus megszüntetésére szólít fel, és imára is felszólít mindenkit az ott élő keresztényekért, hogy ne kelljen hitükért elmenekülniük otthonaikból. A pápa áldását adta ránk, és ígéretet tett, hogy imádkozik értünk, és mindent meg fog tenni ezután is, hogy folytatódjék a párbeszéd, a kiengesztelődés. Béke legyen, és elindulhasson az ország újjáépítése. Jelenleg tízből hét szír a szegénységi küszöb alatt él, és nem jutnak hozzá a legalapvetőbb élelmiszerekhez. Aleppo helyzete a legkritikusabb, mivel se víz, se áram, se orvosság nem jut el a városba, ráadásul a radikális iszlamisták uralják a várost. Ferenc pápa megszakította nyári vakációját, hogy két új szóvivőjével találkozhasson. Első beszélgetésükkor a pápa munkájuk három lényeges részére hívta fel figyelmüket. Hűség, lojalitás és átláthatóság. Ez a két személy a Vatikán hivatalos hangja és értelmezője mostantól fogva. A kommunikációs titkárság prefektusa egy informális találkozón tette meg a bejelentést a vatikáni sajtóirodában. Amint tudják, a pápa Greg Börköt nevezte ki a vatikáni sajtóiroda igazgatójává. A hírrel együtt átadom a hivatalos dokumentumot is. Paloma Garcia Overhero pedig a vatikáni sajtóiroda igazgató helyettese lett. Kinevezésük mostantól hivatalos. A találkozón a résztvevők közt volt Federico Lombardi jezsuita atya is, aki tíz évvel ezelőtt kapta meg a szóvivői kinevezését. Mindenki ismeri az ő tapasztalatát és hozzáértését. A sajtó közleményt már szétküldték. Most az a feladat vár rájuk, hogy Federico Lombardi munkáját folytassák, akinek én tiszta szívemből szeretném megköszönni tíz éves szolgálatát. Greg Burke, a pápa új szóvivője, St. Louis, Missouriban született, 56 éves és nagy tapasztalattal rendelkezik a média terén. Tanulmányait a New Yorki Columbia Egyetemen végezte. Eredetileg a Time magazin és a Fox News újságírójaként érkezett Rómába. Paloma Garcia Ovehero spanyol újságíró, 40 éves és a spanyol püspökökhöz köthető Cadena Coop Rádió vatikáni újságírója volt az elmúlt években 16. Benedek pápaságát, az utóbbi időben pedig Ferenc pápáét közvetíti és értelmezi. Nagy megtiszteltetés számomra, és nagyon megható a pápa bizalma irántam. Hálás vagyok Lombardi atyának, akitől nagyon sokat tanultam az elmúlt időszakban, aki egy igazi jezsuita, tudós és ember. Azt hiszem, hogy mindenki ismeri Garciát, ugyanaz a szakterületünk, és ez nagyon jó. Két világi, egy amerikai és egy spanyol ajkú. Az evangéliumokban az áll, hogy az elsők, akik a feltámadás hírulatták, nők voltak. Ebben az értelemben ez egy logikus választás. A vezetéknév és keresztnév ugyan nem, de ez természetes. Ez nagyon Ferenc pápa stílusára val, és összhangban áll a szavaival és mindazzal, ahogyan az egyházat szemléli. Július 31-éig gyakorlatilag Federico Lombardi atya marad a szóvivő. Utolsó sajtókonferenciája az lesz, azon a repülőúton lesz, amikor Ferenc pápával visszatérnek a krakkói ifjúsági világtalálkozóról. Ferenc pápa nagyon érzékenyen reagál az őslakosok jelenlegi helyzetére. Az egyik feléjük intézett gesztus volt részéről Mexikóban az értük mondott Szent Mise. Bocsánatot kért az általuk elszenvedett, különösen az egyházon belüli visszaélésekért. Kétisteszsa. bien nos a todos hacer un examen de conciencia y aprender a decir perdón. Ferenc pápa júliusi videójában az ős őslakosokért kéri az imáinkat. Azt kéri, hogy halljuk meg a hangjukat, tiszteljük a kultúrájukat, hagyományaikat, értékeiket. Kérdezem, hogy a portavoz de los anhelos más profundos de los pueblos indígena. Az ENSZ szerint a világ lakosságának 5%-a őslakos közösséghez tartozik. 370 millió emberről beszélünk, akik nagyon szerény körülmények között élnek. A legnagyobb probléma, hogy rasszizmussal, rablásokkal, hazájukból való előzetéssel szembesülnek, ezt használják ki az ásványkincsekkel és fakitermelésekkel foglalkozó cégek. Az emberek saját hazájukban rabszolgává válnak, és kénytelenek nyersanyagok kinyerésével fizetni vélt tartozásaikat a külföldieknek. Egy fiatal lengyel fiú, az ifjúsági világ találkozó egy önkéntese, július másodikán án elveszítette hosszas küzdelmét a rákkal, és most már a Mennyországból segíti közbenjárásával a találkozó sikerét. 2014. decemberében csatlakozott a találkozó grafikai tervezőinek csoportjához, és tíz hónappal később derült ki súlyos betegsége betegsége száz napján egy videót készített, amelyben megköszönte családjának, barátainak, orvosainak a szeretetét, támogatását és imáit. Szeretném mindnyájatoknak egyenként megköszönni. Elsősorban kollégáimnak, az Ifjúsági világtalálkozó Találkozó Szervező Bizottságából. Köszönök minden imát és minden misét, minden Istenhez címzett kérést, hogy lépjen közbe és javítsa meg, ami elromlott. Köszönök minden látogatást, hívást, üzenetet és gondolatot. A találkozó szervező csapata sokat imádkozott, és mindenben támogatta a kezelések alatt. Még azokban a nehéz órákban is, amikor amellett döntött, hogy levágják a lábát júniusban. Minden erejével azon küzdött, hogy legyőzze betegségét, de semmi sem segített. Csak azt tudom megígérni, hogy mindent megteszek, hogy ezt a csatát megnyerjem. Mindent megteszek, hogy legyőzzem ezt a rákot. Élni és túlélni akarok, mint egy igazi cserkész. Ígéretét sajnos nem tudta betartani, de bátorságával másokat nagyon megérintett. Élete utolsó hónapjaiban gyakran hangsúlyozta, hogy milyen gyorsan megváltoznak az élet prioritásai, ha már csak rövid idő marad az életből. Azt kívánom, hogy örüljetek az életeteknek. Minden nap szép. Sajnos ezt gyakran elfelejtjük, amikor lényegtelen dolgokat kergetünk. Ez a pozitív és egyszerű magatartás volt az, ami nagy benyomást tett mindazokra, akik önkéntes társai voltak a találkozó előkészületében. Most mindannyian abban a tudatban folytatják tevékenységüket, hogy egy angyal kíséri munkájukat az égből. Ferenc pápa július 27-én érkezik Lengyelországba, az ifjúsági világtalálkozó pedig előtte egy nappal veszi kezdetét. Kedden délután 5 óra 30 perckor egy hagyományos körmenetet tartanak. Az ifjúsági találkozó két szimbólumát is kiteszik. A római miasszonyunk ikont és az ifjúsági világtalálkozó keresztjét. 28-án csütörtökön a fiatalok fogadják Ferenc pápát. Fogyatékkal élők társaságában érkezik a helyszínre. Ekkor fogja elmondani első beszédét is. 29-én pénteken Ferenc pápa részt vesz egy Krakó utcáira szervezett keresztúton. A keresztet olyan intézmények tagjai fogják vinni, akik maguk is az irgalmasság műveit végzik. A hagyományos imavirrasztásra 30-án szombaton kerül sor, Krakótól 15 kilométerre. Ferenc pápa a világ minden kontinenséről érkező fiatalok társaságában lépi át az irgalmasság kapuját. Itt lesz hallható egy lengyel és egy szírnő, valamint egy paragvái férfi tanúság tétele. Vasárnap a pápa Szent Misét mutat be, azért is előzi meg nagy várakozás, mert mindig ezen jelentik be a következő ifjúsági világtalálkozó helyszínét. A résztvevők körülbelül másfél millió fiatal zarándokra, 800 püspökre és 13 ezer papra számítanak. A Vatikán filatéliai és numizmatikai hivatalának sokkal több feladat jutott idén, mint a korábbi években. Köszönhetően az irgalmasság jubileumi évének és az ifjúsági világtalálkozónak ilyen alkalmakkor ugyanis külön kiadású bélyegeket adnak ki. Képviselik az irgalmasság testi cselekedeteit. Inni adni a szomjazónak, ételt az éhezőnek, betakarni a ruhátlant és befogadni az arándokokat. Ezeket a különleges bélyegeket már meg lehet vásárolni. Ezeken a bélyegeken az irgalmasság cselekedetei vonulnak végig. Minden bélyeget más-más művész készített, így mindegyik magánhordoz egy személyes értelmezést is. A Vatikán és Lengyelország egész más stílusú bélyeget nyomtatott a közelgő krakkói világ találkozó alkalmából. Mindegyik egy euróba kerül és Ferenc pápát ábrázolja, amint gyermekeket áld meg. Nagyon meg vagyunk elégedve, mert maguk a képek és azok kivitelezése is nagyon jól sikerült. Ezeknek a bélyegeknek az eredetie fémkarcolatok, nagyon szép és elegáns lenyomatok. Ma már az új technológiák a peremre szorították a hagyományos postai kommunikációt. Nagyon kevés ember küld levelet Vatikáni bélyegekkel, mivel pillanatok alatt küldhetnek fotót mobileszközökön. Az igazi fogyasztók ma már csak a gyűjtők. Nem lehet általános változásról beszélni, de várható, hogy amikor a gyűjtők kiöregednek és nem gyűjtenek többet, akkor gyerekeik vagy unokáik, akik megöröklik, nem folytatják a gyűjtést. Ebben az értelemben a bélyeggyűjtés leáldozóban van, és nem csak a Vatikánban. Sőt, azt kell mondani, hogy a Vatikánnak sikerült ezzel a problémával megküzdenie az elmúlt években, mert az alkotások olyan sokszínűségét ajánlják a Szent Péter téren megjelenő zarándokok számára, amelyek nagyon vonzóak, mindmáig. Damaszkuszi Szent János szavaival élve, az egész föld Isten arcának élő ikonja. Az ikonoknak ezt a különösen erőteljes jelenlétét példázza jól az a 33 műalkotás, ami a Vatikáni Múzeumokba érkezett. A 17. és 21. század közötti fehér orosz ikonfestészeten keresztül nem csak Isten arca, hanem az ortodox és a római katolikus hagyományok összefonódása fedezhető fel. Nagyon fontos számunkra, mert a mindannyiunk számára jelentős fehér orosz és keresztény hagyományainkat mutatja be. És ezek a tradíciók egyesítenek bennünket a 17. században kezdődött fehér orosz stílus a nyugati és a keleti kultúrákból ismerített, és ezzel egy olyan egyediséget adott neki, ami sehol másút nincs jelen. A korai festményeket egységes szerkezet és visszafogott színek jellemzik, míg az újabb ikonokon egyedibb formát és ragyogóbb színeket használnak. Különbség van a bizánci és az orosz stílus között. Például némelyik arc nem olyan szigorú, sőt más arcokat mosolyogni is láthatunk. Vannak képek, amiken általában nem ábrázolják a tájat, és mégis itt jelen vannak. Sok olyan mindennapi tárgy van, amit nem használnak a fehér oroszok, és ezeken az ikonokon rajta szerepel bibliai történetek és személyek jelennek meg a kiállításon, mint például ez az ikon Joachim és Anna csókjáról a 17. századból, illetve ez az ikon Mihály arkangyalról a 18. századból. Az arany hangsúlyosan a háttérben és a kereteken jelenik meg, ami a fém megmunkálás történelmi hagyományára reflektál a különböző művészeti formákban. Következő adásunkban az ifjúsági világtalálkozó előkészületeit mutatjuk be, itt a római riportokban.